Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit én is a mai sajtótájékoztatónkon. Ugye a magyar kormány egyik legfontosabb célkitűzése az volt és jelen pillanatban is az, hogy a munkahelyek száma bővüljön Magyarországon. Lehetőség szerint a versenyszférában, az elsődleges munkaerőpiacon tudjuk a legnagyobb eredményeket elérni. Ezért az elmúlt időszakban, az elmúlt években számos olyan programot indítottunk, amely kifejezetten ezt a gondolkodásmódot segíti és ösztönzi. Szeretném emlékeztetni önöket néhány ilyen programra. Az első munkahelyi garancia program, amely kifejezetten a pályakezdő fiatalok munkába állását segítette, a mai napig 16 ezer pályakezdő jutott ennek a programnak a segítségével álláshoz. Lakhatási támogatás címén nemrégiben adtuk át az 1500. sikeres pályázónak a lehetőséget. Fiatalok vállalkozóvá válásával kapcsolatban programot indítottunk, ahol mintegy 3000 fiatalnak az üzleti készség fejlesztését, tehát képzésen keresztül az üzleti készségét fejlesztettük, illetve 1500 fiatal pedig konkrétan 3, illetve 6 millió forint visszanemtérítendő támogatással vállalkozást indíthat. Létrehoztuk a szabad vállalkozási zónákat, aminek ugye elsősorban az a célja, hogy az országon belüli területi különbségeket próbáljuk csökkenteni, és itt a munkahelyvédelmi akcióterv kapcsán mi sokat szoktunk beszélni arról, hogy hány ember után veszik igénybe, akik most is dolgoznak, de kevesebb szó esik arról, hogy hányan léptek be a munkaerőpiacra pluszba azáltal, hogy ezt a kedvezményt megadtuk. Itt azt tudom önöknek mondani, hogy csak a szabad vállalkozási zónákban az elmúlt másfél évben több mint 200-an léptek be új munkavállalók a munkaerőpiacra. Ugye itt az a szabály, hogy 3 évig járulékmentességet kap, úgyhogy 2 évig teljes mentesség, 3. évben pedig félszót. Tehát van egy ilyen járulékos, idézőjelben mondva, járulékos hatása, pozitív hatása is a munkahelyvédelmi akciótervnek. És amiről ma szeretnénk leginkább beszélni, ugye ez a 2010 óta meghirdetett program, a munkahelyteremtő pályázat programja, ami hát hosszú évek óta sikeres, és a sikere valószínű annak köszönhető, hogy teljes mértékben még 2010-ben átalakítottuk azt a pályázati rendszert, ami a korábbi években működött, és forrás oldalról is gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szinte évente dupláztuk a forrásokat, a forrás lehetőségeket, és ennek megfelelően ma már azt látjuk, hogy mi 2010-ben 2 milliárd forint, 2011-ben 5 milliárd, 12-ben 10 milliárd, ugye 13-ban 10 milliárd volt az tervezet, de olyan sok pályázat érkezett be, hogy plusz 3 milliárd forintot ráemeltünk, és már az idén 13 milliárd forinttal indítottunk, mint pályázati lehetőség. És azt tudom önöknek mondani, hogy 2011 és 13 között ezek fontos adatok, fontos számok, több mint 2100 KKV részesült, mintegy 25 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatással, és ezzel, csak ezzel az egy eszközzel 13.500 új munkahely létesült Magyarországon, és több mint 24 ezer munkahely megőrzését is segítette, hiszen a pályázat feltétele az, hogy a megnövelt állományi létszámot kell legalább 2 évig tartani. Közben természetesen minden évben kicsit finomhangoltuk a rendszert. A tavalyi esztendőben, illetve az idejében annyi módosítás történt, ami életszerű, hogy a pályázat benyújtását követően azonnal megkezdhető a beruházás, tehát magyarul nem kell korábban a pályázónak meg kellett várni a munkahelyi központ jogosultságot igazoló értesítését, most már ez sem kell, tehát gyakorlatilag lehetőség adódik a pályázat elindítására a beadást követően. Ugye ennek köszönhetően, tehát a tavalyi esztendőben mintegy 22 milliárd forint összegű pályázat érkezett be, és ebből osztottunk ki aztán a végén 13 milliárd forintot. Az idei évben pedig azt tudom önöknek mondani, hogy soha nem látott mértékű, összesen 27,7 milliárd forint igény, pályázati igény érkezett be, tehát közel 28 milliárd forint a 13 milliárd forintos keretre, tehát látszik, hogy ugye itt nekünk még a következő időszakban lesz teendőnk. Nem látunk még nyilván
olyan mélységig bele, hogy melyek azok a pályázatok, azok a jó pályázatok, amelyek támogathatóak vagy támogatandóak, de mint ahogy tavaly is ugye feladta a fejtörés nekünk, hogy hogyan is tudunk minél több embernek, minél több vállalkozásnak segíteni, az idejében is látszik az összegekből, hogy adott esetben szükség lehet esetleg arra, hogy átgondoljuk vagy keressünk mozgásteret arra, hogy tudunk-e esetleg a 13 milliárdos előirányzathoz képest segítséget nyújtani. Menjünk tovább a diagrammal. Itt a néhány fontos adatot szeretnék megosztani önökkel. Ugye itt a beérkezett pályázatok száma 10 és 14 között, tehát látszik ugye a növekedés. 2011-ben, 12-ben úgy tűnik, hogy van egy kis visszaesés, de ez a visszaesés ez inkább amiatt annak köszönhető, hogy inkább nagyobb összegű pályázatot adtak be, tehát forint forrás oldalról nagyobb pályázatok érkeztek be. Menjünk tovább. A területi megosztást tekintve, ugye ez a pályázat kifejezetten csak mikro, kis és középvállalkozásoknak van kiírva. Nyilván az a célunk, hogy elsősorban ezeket a vállalkozásokat segítsük, és olyan térségekbe, területeken, ahol egyébként is komoly problémák vannak. No, ennek megfelelően azt tudom mondani, hogy a beérkezett, ez már a 14-es adatokat tartalmazza, tehát az idejévi pályázat adatait. A beérkezett pályázatok kapcsán hát szokásoknak megfelelően fogalmazzak így, megint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye a legsikeresebb két megye, akik pályáztak. Ugye Szabolcsból 267 darab, Borsodból 238 darab, és ha még egy, ugye ha dobogósokat szeretném, akkor a Bács-Kiskun 186 darab pályázattal került dobogós helyre. A támogatási igények ennek megfelelően menjünk egyel odébb, hasonlóan alakulnak, ugye itt a sötét szín mutatja a legnagyobb igényt, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből közel 4,5 milliárd forint összegű támogatási igény érkezett, Borsodból 3 milliárd, Békésből 2,1 milliárd, illetve Hajdúból is 2 milliárd forint. Tehát ugye az a karé, az a része az országnak, ami egyébként a hátrányos helyzetű térségek betartozik, ők innen érkezett a legtöbb pályázat, és reményeink szerint a sikeres pályázók száma is innen lesz a legtöbb. Ez azért egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom, hogy azt a területi különbséget, amely hosszú évtizedek óta megvan, és talán ugye az is bizonyítja, hogy nagyon sokan szokták mondani, hogy ezekben a térségekben most sincs jelen a vállalkozói szektor, fölösleges ide energiát fetszölni, hát egyáltalán nem ezt mutatja. Az elmúlt három év tapasztalata egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezekben a térségekben is, igenis most is jelen van olyan vállalkozói kör, aki tud, akar és képes fejlődni, fejleszteni. A többletlétszám tekintetében is hasonló a helyzet, ugye Borsod-Szabolcs igényli a legtöbbet, menjünk egyel tovább. Szabad vállalkozási zónák tekintetében, ugye nem mindenütt van, nem minden megyében van, ez látszik, hogy ott, ahol fehér a térkép, az azt jelenti, hogy ott nincs zóna. A zónák tekintetében is azt látjuk, hogy Szabolcs és Borsodból érkezett a legtöbb pályázat, menjünk egyel tovább. Az összeget tekintve is ugye ugyanezek a megyék mutatják a legnagyobb mértékű növekedést, tehát Szabolcsból 2,7 milliárd forint zónából érkezett be, szabadvállalkozási zónából pályázott, Borsodból másfél, és ha még egyet megyünk, akkor azt látjuk, hogy ha minden pályázat nyerne és sikeres lenne, akkor mondjuk Szabolcsba több mint 1000 új munkahely jönne létre csak a zónákban, csak a szabadvállalkozási zónákban, Borsodban 600, Hevesben pedig közel 400. Ami még talán fontos adat, hogy a pályázók megoszlása állományi létszám szerint, tehát hogy néz ki mikro, kis és középvállalkozás, az 5 fő alatti vállalkozások tekintetében 1432 vállalkozás szerepel a statisztikánkban, 5 és 50 között 970, és 50 főnél nagyobb 126. Tehát a döntő többsége, a gerince most is a mikrovállalkozások, mint ahogy a korábbi években is voltak. Általában egyébként, és még egy fontos adatot mondok, pályázatok megoszlása a vállal többlet létszám szerint, aki 2 és 10 fő között szeretne létszámot bővíteni,
az 2275 vállalkozás a 2500-ból. Tehát a döntő többség 10 főre, 20 főre veszek fel 2-t, 3-at, 5-öt, 8-at. A 11-25 főnél 159 és a 25 főnél többet vállaltak esetében pedig 94 ez a létszám. Ugye a következő időszak menetrendje, a tulajdonképpen bent vannak a pályázatok a kollégáinknak, a megyei munkaközpontoknak és a kollégáinknak a feladata, és külső szakmai szakértők fogják első körben bírálni, és a végső dátum 2014. április 4-éig miniszteri döntés fog születni a nyertes pályázatokról. Én abban bízom, hogy mint ahogy az elmúlt években is, ez volt Magyarországon a legsikeresebb, arányait is és mennyiségét tekintve a legsikeresebb munkahelyteremtő pályázat az idei évben is. Ugye az alap már megvan, hiszen látjuk, hogy óriási az érdeklődés, bízunk benne, hogy minél több alkalmas pályázat is lesz, amit tudunk majd támogatni a következő időszakban. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna, a kérdés van, természetesen állunk rendelkezésre. Magyar Televízió, parancsolj! Döntés születik, hogy melyik vállalkozások kapják meg ezt a pénzt, akkor mi az a szempont, amit mérlegelni kell, minek kell teljesülni, hogy megkapják ezt a pénzt. A másik, hogy Borsod, Szabolcs, Bácskiskun, milyen szektorból, milyen gazdasági rétegből kerülnek ezek a nyertes vállalkozások, szolgáltatást végeznek, milyen területen dolgoznak. Nagyon vegyes a kép. Általában azt tudom mondani a korábbi évek tapasztalat alapján, hogy inkább a termelő szféra, mint a szolgáltató szektor van jelen, de ezt csak általánosságban tudom mondani. A legnagyobb fogyasztó megyék, Borsod, Szabolcs általában a termelő szférában jeleskedik, de vannak olyan megyék, ahol a szolgáltatás akár a mezőgazdasághoz, akár a még inkább a vendéglátáshoz, idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatási szektor is jelentős mértékben képviselteti magát, tehát nagyon széles a skála, és nem is szerettük volna szűkíteni, tehát a pályázati feltételeknél gyakorlatilag nagyon szélesre hagytuk nyitva a kaput már a korábbi években is, és talán ami miatt a legsikeresebb a 2 fő vagy a 10 fő alatti foglalkoztatás növekmény, ugye azt mondjuk, hogy ha valaki 15 millió forint alatt pályázik, akkor tőle nem kérünk bankgarancilát, nem kérünk forgalomképes ingatlant, hanem egyszerűen idézőjelben mondva, rátesszük a jelzálogot arra a gépre, berendezésre, eszközre, amit vásárolt. Azért itt vannak feltételek, hogy legalább 2 éve működjön, a 2 éven belül legalább 1 év nyereséges vállalkozás legyen, tehát életszerűvé próbáltuk tenni ezen a területen is. Az, hogy kik nyernek, ugye nyilván van egy alaki formai ellenőrzés most az első körben, biztos itt is sajnos nem jelentéktelen létszám lesz, aki ugye ki fog hullani majd ilyen problémák miatt, és ugye aztán akik maradnak és a vonal fölött maradnak, ugye itt azért megvannak azok a szempontrendszerek elsősorban hátrányos helyzetű régiókban, a hátrányos helyzetű régióban, elsősorban termelőszférában, ugye ahhoz, hogy minél több pályázót tudjunk támogatni, ott meg kell vizsgálnunk, hogy lehet, hogy az alacsonyabb létszámú, tehát a viszonylag ugye plusz létszámba kevesebbet vállalók esetében ez a mérlegelési szempontok alapján ugye döntjük el, hogy minél többet szeretnénk természetesen, minél több pályázót szeretnénk lehetőséghez juttatni. Egyébként annyit hadd jegyezzek meg a teljes programról, hogy az elmúlt 3 év tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy a 25 milliárd forintos nyertes összegből összesen mintegy 770 millió forintot kellett visszakövetelni 38 darab vállalkozástól. Tehát 38 darab, ugye láttuk az előbb, hogy mekkora számokról beszélek, több mint 2000, közel 2500 ugye nyertes pályázat volt. Tehát ez összesen a 3%-a az összes ugye pályázatnak, ahol visszakövetelés volt, és az összes visszakövetelés esetében gyakorlatilag érvényre tudtuk juttatni. Tehát itt, ami a sajtóban nem, a tegnapi nap folyamán megjelent egy cégnév, ez az egyedüli cégnév, aki jelen pillanatban ugye ott tart, hogy a visszakövetelés szakaszában vagyunk, de itt is úgy gondolom, hogy meg fog történni, hiszen olyan garanciális feltételek, vagy bankgarancia, vagy forgalomképes ingatlannak kell lenni mögötte, ami biztosítékot nyújt adott esetben, hogyha mégis valamilyen oknál fogva probléma csúszik be, akkor
szándékos vagy szándékolatlan probléma, akkor ezt tudjuk a munka vagy a állam oldaláról kezelni. Köszönjük szépen, MUTV parancsolat. Bírósra vagyok, a televíziótól. Nekem az érdekelne, hogy tavaly ugye 22 milliárd forint volt a pályázatigény, és 23 milliárd forint volt. Szintén 24 milliárd a pályázatigény, lezzel a szemben, hogy 13 plusz 3 milliárd forint lesz. Tehát számolnak a többet költsége, hogy van erre javított alkalmi példát. Igen, ugye erről beszéltem az előbb, hogy ez komoly fejtörést fog nekünk okozni. Ez egy jó fejtörés pozitív értelemben. Nyilván először látnunk kell azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek támogathatóak. Tehát kvázi azt kell mondjam, hogy egy tartaléklistát is kell szinte bizonyosan készítenünk. A 13 millió fölött is lesz reményeink szerint olyan pályázó, aki egyébként mindenféle feltételnek megfelel, legfeljebb financiális oldalról okoz most ezt problémát. Ha ilyen helyzet előáll, akkor természetesen a magyar kormány elé fogunk menni, és meg fogjuk vizsgálni annak a lehetőségét, és mint ahogy tavaly is sikerült, bízom benne, hogy esetleg az idén is sikerül valamilyen kis mozgásteret biztosítani, de ebben még ugye addig, amíg nem látjuk a támogatható vagy támogatandó pályázatoknak a mennyiségét, addig csak tippelni tudunk erre. Köszönjük szépen, van-e további kérdés? Amennyiben nincs, hogy köszönjük szépen az érdeklődést. További szép napot.